Sziasztok! Azért vagyok ma itt, ja, igen, Ördög Rafael vagyok, avagy Devil. Azért vagyok ma itt, mert hogy úgy alakult az élet, hogy egy olyan csapatot vezetek itt a Zemarcisnál, aminek az a neve, hogy Bootcamp. És hát tudom, hogy mire gondoltok, én valószínűleg ez a csávó vagyok. Egyébként tök vicces, mert neki az a neve, hogy Angel. Tehát, hogy így pont nem lehetne jobban az ellentétem. Mert hogy én nem ezt csinálom, én nagyon kedves szoktam lenni a bootcamperekkel. De hogy mi is ez a bootcamp? Szóval, hogy ugye egy kicsit erről kéne beszélgetni, hogy miért csináltuk, meg hogy mi ez. Az először is arról szeretnék majd beszélni az előadásban, hogy miért kezdtük el. Hogy miért döntöttünk úgy, hogy mi szeretnénk egy ilyen felzárkóztató programot, mert lényegében véve a bootcamp az ez. Aztán, hogy hogyan csináljuk, hogy mik a dolgok, amiket csinálunk, és hogy mik lettek az elvárt eredmények. És amit én remélek, hogy amit ti el tudtok ebből vinni, az, hogyha azokkal a problémákkal szembesültök, amiről majd én itt az elején beszélek, hogy nekünk volt, akkor legyen egy a fejetekben valami olyan, hogy az Emartisnál kipróbáltak egy ilyen dolgot, nekik működött, talán lehet, hogy nekünk is működik. De nagyon fontos, hogy minden cégnek más a kontextusa. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy más cégeknél is ez működni fog. Mi ezt csináltuk, nekünk ez vált be, illetve majd a végén beszélek arról, hogy mennyire vált be. Annyi spoiler, hogy eléggé. Igen. De hogy semmiképpen nem akarom azt mondani, hogy ez mindenkinek jó. Nekünk működik, és azt gondolom, hogy ezért érdemes átadni, mert lehet, hogy bármelyik cégénél, hogyha ez a probléma van, akkor ezzel lehet valahogy dolgozni. Na, miért is kezdtük el? Hát a történet az onnan kezdődik, aki volt a körtúrán, azt hallotta, hogy én ide akkor jöttem, amikor ez a cég, az Emarsis, még egész másmilyen logója volt, sokkal bénácskább, úgy nézett ki, mint az Internet Explorernek a logója. Szóval, hogy egy olyan bénácskább dolog volt nekünk, és igen, és aztán így elkezdtünk nőni, és igazából az egyik oka, miért ide jöttem, az volt, hogy ez egy ilyen kis funky kis cég pár emberrel, és milyen családias lesz, aztán hol jutottunk. De mindeközben meg tök jól éreztem végig magam, úgyhogy ez egy jó hír. De hogy tényleg így baromi gyorsan növekedtünk, és ráadásul ilyen nagyon fura szokásaink vannak. Ugye egyébként a budapesti iroda az 2011 óta van, akkor olyan nagyjából 10 éves volt ez a Emarsis nevű cég, ami Bécsben volt akkor még, és akkor most már 6 évvel ezelőtt indult a budapesti iroda. Jó, és akkor ebben a budapesti irodában ilyen nagyon fura szokásaink vannak, hogy extrém programozunk, ami azt jelenti, hogy kiúrunk a repülőből, és akkor így repülve próbálunk gépelni, nem. De hogy így pár olyan dolgot csinálunk, ami a legtöbb cégnél ilyen nagyon hallatlan. És tényleg az van, hogy sokan jönnek ide emberek, így most hogy nézek körbe, itt van pár ember, aki volt a bootcampben, és tudom, hogy voltak jó vitáink arról, hogy ezek jók, amiket mi itt csinálunk. De hogy igen, tehát hogy így mindig, amikor valaki ide bekerül, akkor van pár dolog, ami nagyon meglepi. Például, ami biztos, hogy ilyen nagyon vitákat szokott szülni, az a single branch policy. Nálunk csak egy branch van. Pont. Nincsenek több. Egy branch-el dolgozunk. Aztán van ilyen, hogy continuous deployment. Minden kód az így pár óránként kimegy. Amit lekódoltam, az rögtön productionban van. Nincsenek tesztelőink. És akkor ezek ilyen fura dolgok, amit így átjön valaki másik cégtől, és néz, hogy ezek nem normálisak. Hát ez teljesen visszafelé ülnek a lobon meg minden. És az van, hogy viszont ezek a dolgok, amiket mi csinálunk, azoknak megvan a történet, hogy miért kezdtük el csinálni, és megvan az oka, és ezt amikor valaki bekerül hozzánk, mint új fejlesztő, hiába jön egy olyan cégtől, ahol már mit tudom, 10 évet lehúzott, és tök tapasztalt fejlesztő, és tök okos, és minden, akkor is lesz pár dolog, ami meg fogja lepni. És igazából az egyik oka annak, hogy létrehoztuk a bootcampet, az pontosan az volt, hogy szerettünk volna egy olyan helyet, ahol
egy forrásból tudják megtanulni az emberek. És azt is észrevettük, hogy így a csapatok között nem minden csapatban voltak már meg ezek a módszerek. És ez önmagában nem baj, ha nem egyforma minden csapatnak a technológiai, vagy a szakmai kultúrája. Akkor van baj, amikor egyes csapatok belefutnak az ugyanazokba a pofonokba, amikben mi belefutottunk annak idején, és amiért kitaláltuk ezeket a módszereket. Tehát igazából az volt a egyik fő szempont, hogy azért szeretném bootcampet, mert egyszerűen olyan gyorsan növekedünk, hogy pusztán így természetesen nem terjedtek el az új emberekre ezek a szokások, amiket mi fontosnak éreztünk. És akkor így, hogy van egy olyan ember, aki viszonylag régebb óta itt van, most éppen én vagyok még egy hétig ez az ember, de hamarosan majd Orbán Dávid kollégám veszi át, előtte pedig Orbán Dézoli vezette, tehát hogy így nem is ugyanaz az ember, de hogy alapvetően ez tök fontos, hogy az emberek egy autentikus forrásból hallják ezeket a szokásokat, olyantól, aki esetleg már itt is volt akkor, amikor ezek a szokások kialakultak, és érti, hogy miért csináljuk. Igen, és azt megmondtam, hogy hát a másfél évente duplázódunk, úgyhogy egy ilyen növekedés mellett ez marha nehéz volt ezt a céges kultúrát átadni. Ugyanakkor viszont meg nagyon fontosnak éreztük azt, hogy magas szinten tartsuk a szakmai színvonalat. Ennek például volt egy olyan következménye, hogy nagyon sokáig nem vettünk föl juniorokat. Tehát csak senior fejlesztőket vettünk föl, ami egy darabig működik, amíg az van, hogy rengeteg mindenkiből lehet válogatni, mert hogy kevés embert veszünk föl, de egy bizonyos növekedési tempónál már valahogy kellett a juniorok felé is nyitni, és a bootcampnek ez az előnye is megvolt, hogy most már tudjuk azt mondani, hogy mondjuk nem kell már egy bizonyos szakmai szintet tudásban megütni, csak képességben. De tudjuk azt mondani, hogy ez az ember, ő benne látom azt, hogy ő itt a bootcampbe 2 hónap múlva egy nagyon jó fejlesztő lesz. Most még nem az. Nagyon okos, nagyon ügyes, egy másik célkultúrában működik is, viszont ez a marxisztán most még nem működne. Viszont, hogyha eltölt 2 hónapot a bootcampben, akkor működni fog. És ezek előtt az emberek előtt tudtuk kinyitni az ajtót, ami számomra egy nagyon nagy siker egyébként. Jó, a harmadik dolog, ami egyébként még zavart minket, az a sebességbeli változások, hogy ilyen ugye minden, hogy több új ember jön be egy csapatba, az egy nagyon fontos tapasztalat, hogy amikor beraksz egy 3 fős csapatba egy negyediket, aki teljesen új a cégnél, akkor annak a 3 fősnek a csapatnak a sebessége az lassulni fog. Egyszerűen azért, mert ki kell képezni azt az új embert, meg kell tanítani az itteni céges kultúrát, tehát mindazt meg kell csinálni, amit most a bootcamp csinál. És emiatt azt vettük észre, hogy hát ez egyik hónapban nagyon sokat termelt egy csapat, a második hónapban meg szinte semmit. És ezek a nagyon nagy fluktuációk, ezek nagyon nehezen tervezhetővé tették a product számára a ciklusokat, és ezt a velocity-ben való ingadozást is szerettük volna egy kicsit csökkenteni. Itt van Kent Beck. Kent Becket ki ismeri? Ki hallott már Kent Beckről? Nagyon jó, sokan ismeritek, ugye ő találta ki az extrém programozást, nekünk ilyen nagy példaképünk, és ő mondta azt, ami nekem egy kedvenc idézetem tőle, hogy én nem vagyok egy nagyszerű programozó, én csupán egy programozó vagyok nagyszerű szokásokkal. És szerintem ez borzasztóan igaz. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az embernek a szokásai az, ahogy fejleszt, amilyen módszert alkalmaz, az a 70%-a annak, hogy milyen programozó. Tényleg, tehát hogy borzasztóan sokat számít, és ezeket a szokásokat, amiket itt az Marsisnál kialakítottunk, és amik ugye azt vettük észre, hogy egyre kevésbé adódnak át az új csapatokba, ezeket szeretnénk átadni. Egyébként a szokásoknak óriási hatalma van, van ez a Power of Habit című könyv, ezt mindenkinek ajánlom elolvasásra, főleg azoknak, akik menedzserek. Ugyanis ez a könyv ez arról szól, ugye kétféle szokás, igazából 3 féle szokást vesz végig. Végigveszi az egyének szokásait, például a dohányzok-e, ez egy szokás, hogy minden reggel ágyújtok a kávé mellé. Végigveszi a szervezetek szokásait és a társadalmi szokásokat. És ez a 3 dolog, mindegyik nagyon fontos, de amire én most arról beszélni akarok, az kifejezetten a szervezetek szokásai, céges kultúrák. És egy ilyen, ebben a könyvben nagyon jól le van írva az, hogy sokszor, amikor egy cégnél probléma van, ott egyszerűen egy szokásbeli probléma van. Tehát, hogy van miből áll egy szokás? Ugye
a habitet próbálom magyarra fordítani, úgyhogy szokás, nem teljesen ugyanaz a szó, de kb. Hogy egy ilyen szokás három dologból áll, van a trigger, ami egy olyan dolog, ami történik körülötted, és ami kivált egy szokást, utána van a gyakorlat, és van a végén a jutalom. És akkor ez így borzasztóan be tud épülni. Az van, hogy az emberi agynak van egy tudatos része, ami a viszonylag újan kialakult neokortex, mit tudom én, és van amit hüllő agynak szoktak hívni, ez a nagyon régi része. A szokások azok a hüllő agyban vannak. Nagyon viccesen hangzik, de tényleg így hívják. és az van, hogy ha be tudsz építeni szokásokat ebbe a hüllő agyba, akkor mindarra nem kell gondolnod. Amikor vezetsz, akkor igazából, amikor még tanulsz vezetni, akkor a tudatos részedet használod, de amikor kialakult a rutin, és amikor már rutinosan beszélgetsz a melletted ülővel vezetés közben, meg amikor már az van, hogy vezetsz, és egyszer csak azon gondolkozol el, hogy melyik útvonalon jöttél ide, mert hogy igazából annyira automatikus már a vezetés, hogy közben a munkádon gondolkoztál, na az mind a hüllő agyadban történt. Látom, nagyon tetszik nektek ez az elnevezés. De hogy a lényeg az az, hogy és mindezt azért csinálja a szervezetünk, mert tudatosan végig gondolni minden lépésünket, megőrülnénk, ha tudatosan kéne levegőt vennünk. Tehát tényleg. És most minden ilyen figyelni fogtok a levegővételre miatt, hogy ezt mondtam. Szóval, hogy egyszerűen nagyon zavaró, hogyha erre kell figyelni, és ha a cégben ki tudsz alakítani ilyen szokásokat, amik így berögződnek, akkor mindarra már nem kell tudatosan gondolni, és az is előre tudja vinni a cégnek a sikerét. És végül a bátorság, egyszerűen azt is észrevettük, hogy az újonnan érkező fejlesztők szembe találkoznak ezzel a kis legacy magunkkal, mert hogy így van egy nagy legacy alkalmazásunk, meg azon a kis rajta csüngő mikroszerviszek, amik gyönyörű kis zöld mezők, de hát a múltunkat nem tudjuk letagadni, az a legacy alkalmazás az ott van, és abban időnként bele kell nyúlni, és azt vettük észre, hogy az új fejlesztők, azok már ilyen nagyon bátran belenyúlnak a kis zöldmezős szerviszekbe, de a legacy magrendszertől attól így próbálják magukat tartani, ami nem jó. Úgyhogy bátorságot is szerettünk volna. Főleg ugye akkor fontos a bátorság, ha valami baj van. Amikor az történik, hogy nem gondoltunk valamire, egyszer csak jön egy nagy terhelés, világ vége, valamit kell csinálni, és olyankor nagyon fontos az, hogy bátor legyek, és tudjam azt mondani, hogy én már pedig most ezt a szervizt le fogom kapcsolni. És végig gondoltam azt, hogy mi a következménye, de lemerem kapcsolni, mert tudom, hogy mi történik a háttérben. Tehát, hogy az ilyen fajta bátorságra is szükség van. Jó. Tehát, hogy mik voltak a három legfontosabb dolog, ami miatt ezt csináltuk? A velocity, szerettük volna, hogy ne legyen akkora teher a csapatokon az onboarding, a szokások kialakítása és a bátorság. Ez az én kollám volt vajon? Nem emlékszem. Mindegy. Igen, hűlő vagy. Pontosan. Mindegy. Most, ha ez nem az én kollám volt, akkor valaki ébe beiszok. Tényleg? Nem, jó. Jó. Szóval, hogyan? Hogyan csináljuk ezt az egészet? Hát ugye, amikor egy ilyenbe belevág az ember, akkor azért sok mindent végig kell gondolni, és hála Istennek volt egy ember, aki jó sok mindent végig gondolt, ez a Draven volt, és írt egy ilyen egy jó kis manifestót, amiben leírta, hogy mit is szeretne ettől a bootcamptől. És hát ez egy ilyen jó kis vezérfonal volt, ez egy viszonylag hosszú dokumentum, amit valószínűleg kevesen olvastak el, én elolvastam. De hogy... Bocs, de ez az igazság. De hogy viszont közben meg benne van egy csomó nagyon fontos dolog, ami szerintem nekem, mint csapat, vagy ez bootcamp vezetőnek nagyon hasznos vezérfonál volt. Azután pedig elkezdtünk egy kicsit kísérletezni, és akkor kialakítottunk szokásokat, aztán, hogy ahadtunk előre, időnként fölülvizsgáltuk, és egyébként konkrétan vannak időnként ilyen bootcamp retrók, amikor a már a bootcampből kijött embereket így összegyűjtjük ide az auditoriumba, és akkor így ilyen cetliken fölírogatják, hogy mi volt jó, mi volt rossz, és akkor abból próbálunk tanulni. És majd egyébként lesz olyan itt a szlájdokon, hogy mit hogy csinálunk, ami konkrétan utólag változtattunk azért, mert beláttuk, hogy az, ahogy eredetileg csináltuk, az nem volt jó.
Ami fontos, hogy a bootcamp az egy sima csapat. Ugyanolyan csapat, mint az összes többi, és egy konkrét projekten dolgozik. Ez a projekt egészen a múlt hétig a meeting room dashboard volt, ugyanis sok szobánk van, és időnként jól jönne az, hogy gyorsan tudjunk foglalni, hogy csináltunk egy olyan alkalmazást, hogy mobilon is működni fog. Azon még kell egy kicsit dolgozni, de hogy alapvetően egy olyan alkalmazás, amivel így pillanat alatt lehet foglalni szobát, ami éppen szabad. Szóval ez az, amin dolgozunk. És mindent úgy csinálunk, hogy a többi csapat, azzal a különbséggel, hogy ott vagyok én, és így próbálom terelgetni az embereket, hogy jól csinálják. És aztán van, mikor könnyebb dolgom van, meg van, mikor nehezebb. Hogyha pont olyan helyzet van, hogy viszonylag kevés olyan ember van, aki már amúgy is ismeri ezeket a dolgokat, amit csinálunk, akkor nehezebb. Most például, amikor van pont egy olyan ember a bootcampben, aki kenivágja, és igazából úgy jött ide, hogy mintha már az MRSZ-nál dolgozott volna előtte is, olyankor meg könnyebb dolgom van, mert akkor ő is segít bizonyos dolgokban. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen hullámzóbb. És akkor még mit csinálunk ezen kívül? Hát van egy ilyen backlogunk, egyébként ezt az előadás előttek külföldön adtam elő, és akkor tök jó volt, hogy nem tudták elolvasni az emberek, ami a szlájdon van. Ne olvassátok el! Nem azért, mert titok, egyébként nem titok, hanem azért, mert hogy nem rám figyeltek. Sőt, igen, tökéletes megoldás. Szóval, hogy az, amit az előbb láttatok, az gyakorlatilag egy backlog, ami mindenkinek egyénre szóló backlog. Vannak rajta alapelemek, ami mindenkinek van, és akkor néha így hozzáadogatunk egy-egy dolgot. De az a lényeg, hogy az idő alatt, ez úgy hívjuk, hogy personal backlog, az idő alatt, amíg itt van valaki, addig végigmegyünk ezeken a dolgokon, és mindegyiket megcsinálunk. Ezben van olyan, hogy felszetapolni a fejlesztő környezetet, van olyan, hogy megnézni videókat, amik hasznos tudást tartalmaznak, mint én például Bob Martinnak a Clean Architecture-ös előadását megnézni. Vannak benne ilyen, olyan, hogy menjünk el Coding Dojo-ra, ilyen dolgok. Tehát sok minden van rajta. A lényeg az, hogy ezek olyan dolgok, amiket így kitapasztaltunk, hogy ezek a tudások azok, amik szoktak hiányozni az embereknek, és akkor azokat így megpróbáltuk erre felvenni. Jó. Aztán a következő dolog, ami nagyon fontos, szeretjük a feedbacket. A feedback az úgy néz ki, hogy minden héten egyszer találkozok az emberekkel, és akkor végigmegyünk a personal backlogon, hol járunk, mit vállal a következő hétre, és akkor megpróbálok feedbacket adni. Eleinte én nagyon görcsösen próbáltam figyelni arra, hogy minden héten adjak feedbacket, egy időben beláttam, hogy nem tudok minden héten újat mondani, úgyhogy most már szokott olyan lenni, hogy megkérdezem az időt, hogy érzi magát, jól van, én is elégedett vagyok veled, szia! Tehát hogy ez is benne van, de hogy általában azért igyekszek, amikor látok valamit, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, ami rossz, akkor mindig, főleg, hogyha valami jót látok, azt mindig igyekszem kiemelni. És egyik nagyon fontos, a feedback kör, ezek a heti feedback körök, ezek nem arra vannak, hogy az ember minden szart a másik nyakába borítson. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy el kell mondani, ha valami nem jó, de ha valami jó, azt meg még inkább el kell mondani. Mert sokkal inkább tanulnak az emberek saját tapasztalatom szerint, abból, amikor kiemelem nekik azt, hogy mi az, amit jól csináltak, mint abból, hogy azt mondom, hogy mi az, amit rosszul csináltak. Még akkor is elmondom, hogy helyette hogy kellett volna csinálni. Tehát a legjobb feedback, amit lehet adni, az, hogy na, ezt most jól csináltad. Igen. Illetve volt egy ilyen kísérlet egy darabig, hogy véletlenszerűen kiválasztottunk párokat a bootcampben lévő embereknek, hogy egymásnak is adjanak feedbacket. Amikor így már a 5. hete nem történtek meg a feedbackek, akkor feladtam. Egyébként tök jó volt, mert egy darabig működött, de hogy valahogy az emberek itt már nem annyira telkesedtek érte, úgyhogy ezt elengedtem. A következő dolog, ami nem működött annyira jól eleinte, az előadások. Az volt, hogy mindenkinek kellett előadni. Kellett tartani demót, meg előadni szakmai témáról, és így tovább. Összesen 5 előadást kellett tartani, de most ez volt a hiba. Mert 5 előadást 2 hónap alatt nagyon terhes megtartani. Úgyhogy ezt levágtuk most már 2 vagy 3-ra. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy előadni kell. Tehát, hogy
a legtöbbet az ember abból tanul, amikor ide kijár és beszél. Amikor konkrétan erre az előadásra készültem, akkor rengeteg mindent megváltoztattam utána a bootcampben. Egyszerűen azért, mert amikor végig kellett gondolnom, hogy mi a szöszről fogok itt beszélni, akkor így egy csomó minden világosabb lett. Tehát azt gondolom, hogy még akkor is, ha valaki nagyon introvert, és ilyen van, tehát hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy ő azt az egyet, amit meg kell tartani, megtartja, és neki abból elég, de hogy azért az emberek többsége inkább azt szokott, hogy megtartja ezt az egyet, és hú, ez jó volt, csináljunk másikat. Tehát, hogy ebből rengeteget lehet tanulni, és ezt azért raktam be, és azért nem engedek abból, hogy egy előadást legalább meg kell mindenkinek tartani, mert az a helyzet, hogy az egy előadás, az pont az a jégtörő, vagy nem tudom, hogy angolul egy icebreaker, hogy az pont elég ahhoz, hogy amikor az ember így még nem adott elő, és fél az egésztől, akkor ott azt az egyet muszáj végigcsinálni, és amikor azt az egyet végigcsináltam, akkor az emberek jelentősen is rájön, hogy ez nem is olyan borzasztó. És viszont cserében nagyon hasznos, és nagyon lehet ebből letanulni. Szóval, ami ebből a tanulság, hogy jó előadást tartanak az emberek, de nem szabad ötöt adni nekik 2 hónapra, mert az borzasztó sok. A másik pedig az, hogy azért volt ennyi előadás, amit egymásnak tartottak, mert hogy akkor még az volt a filozófia, hogy egymásnak mondják el azokat a dolgokat, amiket mi tanultunk az évek során, és mit tudom, volt, aki a single branch policy-ről beszélt, de hogy az volt a tanulság, hogy az sem annyira jó, hogyha olyan embertől hallja az ilyet a másik bootcampes, aki szintén csak most tanulta meg. Úgyhogy ebből a szempontból sem volt annyira jó, helyette most úgy van, hogy a backlogon rajta vagy meg kell nézni egy ilyen 11 néhány videót, és azok ilyen, hát van benne néhány ilyen nevesebb előadó által előadott dolog, meg van olyan, ami konkrétan az itteni craft meetupoknak a felvételei. Jó, aztán mit tartanak még a bootcamperek? Tartanak demót meg retrót. Tehát, hogy konkrétan azt gondoljuk, hogy ezek az agilis ceremóniák, ezek borzasztóan fontosak nekünk, és mindenki legalább egyszer nézze át, hogy hogyan kell egy ilyet megcsinálni, és tartson meg ő egy retrót, vezessen le ő egy retrót, tartson meg ő egy demót, itt szoktunk összegyűlni ebbe a szép nagy terembe, és egyszer 4 percet beszéljen a cég többi részének arról, hogy mit csinált a múlt héten. Szerintem ez is egy tök hasznos dolog. Következő dolog, amit szoktunk csinálni, stand-upolunk. Konkrétan naponta 2-szer. Legtöbb csapat az naponta csak 1-szer szokott stand-upolni, mi azért stand-upolunk 2-szer, mert egyszerűen ez egy olyan checkpoint nekem is, ahol észre tudom venni, hogyha valamit nem jól értenek az emberek a csapatban. Úgyhogy stand-upok is, abból is egy kicsit többet tartunk. Tartunk code review-kat is. Ez egyébként tök érdekes, mert így először, amikor Én megvallom, én gyűlölök code review-zni. Ez az én gyengém. Vannak az embereknek ilyen szuper képességei, még ilyen szuper gyengéi, nekem ez a szuper gyengém. De hogy az van, hogy viszont mégis tök hasznos. És eleinte azt csináltuk, hogy hetente egyszer ültünk össze egy órára, az nem volt jó ötlet. Akkor így mindenki elfáradt, meg mindenki elvesztette a figyelmét. Utána az volt egy darabig, hogy mindig a reggeli stand-up után, utána átraktuk a délutáni stand-up utánra, és ilyen 10 percet kb. És akkor mindig, akinek van valami mondani valója. Aztán sajnos van olyan, amikor így kevés van. Tehát, hogy például most múlt héten pont olyan volt, hogy így nem volt. Tehát, hogy inkább ilyen infrastruktúra fölépítgetés volt, mert ugye új projektbe kezdtünk, és akkor nem született nagyon olyan kód, amit úgy meg lehetett volna reviewzni. Szóval, hogy igazából ebből egy kicsit az volt a tanulság, hogy ezt sem lehet ilyen nagyon szigorúan venni, hogy minden nap code reviewzunk, akkor kell code reviewzni, amikor van miről beszélgetni, de azért általában igyekszünk. Tehát, hogy a legtöbb héten azért legalább 3-4 alkalomban ilyen 10 perc. Aztán még csinálunk még, amit amúgy is, párkódolunk rengeteget. A cégnél egyébként amúgy is párkódolás van, szinte minden csapatban. Van olyan csapat, ahol nem, de hogy nem ilyen szigorúan. Tehát, hogy a legtöbb csapatban azt mondjuk, hogy ami úgy érezzük, hogy kicsit nehezebb, azt csináljuk együtt, aztán van olyan, amit mindannyian tudjuk, hogy igazából gyorsabban végez vele, ha egy ember csinálja.
Tehát ott ilyen pragmatikusan állunk hozzá. Bootcampben viszont ilyen viszonylag dogmatikusan mindig párkódolunk, vagy legalább mindig ketten vannak. És hát így ez nyilván az arra is szolgál, hogy egymástól is tanuljanak az ott ülők, meg aztán időnként beszoktam állni, kibicelni harmadiknak, és akkor úgy, vagy egyszerűen én is leülök néha párban. Tehát, hogy ez működik. És a lényeg az az, hogy itt is a tudás átadás az, amit próbálunk csinálni. Amit viszont nem csinál a legtöbb csapat nálunk, vagy hát viszonylag, aki csinálja, az is csak ilyen nagyon-nagyon alkalmilag, az a mob programozás. Itt konkrétan 4-en programozunk, sőt, igazából 5-en, mert én is ott vagyok, csak közben fotóztam, úgyhogy nem látszok a képen. De hogy itt konkrétan az van, hogy ott a Krisztián ül a gépnél, ő gépel, ő a driver, és akkor 4-en okoskodunk bele. Ez mi a fenére jó? Tehát, hogy ugye már az extrém programozásnál is fölmerül a kérdés, hogy de miért jó ketten ülni egy gépnél? Azért, mert két szem többet lát. Ennyi. De hogy akkor, hogy hárman meg négyen mi értelme egy gépnél ülni, hát ez a legtöbb esetben azt gondolná az ember, hogy semmi, de az van, hogy baromi sok tudást lehet így adni. Tehát amikor az van, hogy tényleg egy-két ember fejében van meg a projekt, mert mondjuk hirtelen nőtt meg a csapat, akkor pár hétig mobban programozni, az amúgy is egy tök jó módszer. De nekem például volt egy olyan csapatom, még itt korábban egy ilyen 2-3 éve itt az Amorcisnál, ahol az történt, hogy egyszerre két embert kivettek a csapatból, átrakták őt máshova, és jött két új ember a csapatba. És az volt a szitu, hogy ott voltam egyedül én, meg egy másik srác, aki amúgy is csak egy 2 hónapja volt a csapatban, amikor ez az egész nagy átalakulás volt. Tehát gyakorlatilag egyedül nálam volt meg a tudás, és mindenki más csak így próbált, mint az van az a I don't know what I'm doing kutyus, megvan. Szóval, hogy konkrétan ez a szitu volt. És akkor például itt van egy ilyen tárgyalunk a liget, és konkrétan adóültünk be 4-en, és 4-en programoztunk együtt. Nagyon hasznos volt. Ugyan megkérdezte tőlem a László, hogy ezt most miért csináljuk, és el kellett neki magyarázni, hogy ez csak átmeneti, és értem, hogy ez most sokba kerül, de higgyel, hogy jó lesz, de hogy ennek is megvan a helye. Hogy mobban programozunk. Egyébként van olyan vállalat, ahol konkrétan folyamatosan mobban programoznak. Ebben nem vagyok biztos, hogy ez jó praktisze, de hogy ez van. És hogy ezen érdemes elgondolkozni, amikor az van, hogy tényleg kell az, hogy gyorsan adjunk át sok tudást a többi csapattagnak. És aztán pedig még egy dolgot csinálunk, ami nagyon jó pofa, ez pedig a rotáció. Mindenki az alatt a nagyjából 2 hónap alatt, amíg ott van a Dravennek, akkor még ilyen hosszú haja volt. Nagyon sugdoróztak itt a kollégák. Szóval, hogy... Mit mondjad? Ja, igen, ott van egy GoPro, igen. Szóval, hogy visszatérve az előadás tartalmára, szóval, hogy... A rotáció az az, hogy mindenki, aki a bootcampben van, az a bootcampben töltött ide alatt 2-1 hetet elmegy valamelyik csapatba rotálni, és ennek az a célja, hogy egy kicsit beleilleszkedjen, kicsit megtapasztaljon más csapatokat is, mint ahol aztán majd dolgozni fog. Jó, végül pedig, ami nagyon fontos, hogy a bootcamp csapat is egy csapat. Ennek minden nyűgével együtt. Így például nagyon nem jó ötlet, hogyha egyszerre jönnek az emberek, és egyszerre mennek ilyen nagy hullámokba, és 2 hét alatt kicserülődik az egész bootcamp, ugye? Ez van. De ezt most csak azért mondtam, hogy ugye, mert most pont ez történt. De erről nem tehet senki, egyszerűen szeptemberben sokan jönnek, ez az igazság. De hogy... Tessék? Igen, iskolakezdés van. Szóval, hogy most pont ez így, megint így jártunk, de hogy ez már akkor, amikor erre az előadásra készültem, akkor is megtapasztaltuk ezt egyszer, hogy egyszerűen ez is csapat, és amikor hirtelen cserélődik ki mindenki, az nagyon fáj. És igazából, amikor először mondtam ezt az előadást el még nyáron, akkor azt mondtam az előadás ezen a részén, hogy minden áron kerüljük el azt, hogy egyszerre jöjjenek az emberek. Azóta bölcsek lettem, és rájöttem, hogy ezt nem lehet elkerülni, mert fognak egyszerre jönni, mert ha egyszer szeptemberben fölvettünk ennyi embert, akkor azt az ennyi embert be kell rakni valahogy.
Úgyhogy megtörtem, de hogy a lényeg az az, hogy viszont akkor meg ezzel tisztában kell lenni, hogy amikor jön egy ilyen nagy cserélődés, akkor azzal kalkulálni kell, és ott abban az időszakban jobban ott kell lenni, mint bootcamp vezető. Mennyi a sok? Konkrétan most... Aha. Na hát nálunk konkrétan bootcamp az 8 fős jelen pillanatban, és az a 8 fő az mind augusztus vége, szeptember elején jött, tehát ilyen nagyjából 2-3 hétben. És egyébként volt olyan, akit nem raktunk be a bootcamp miatt. Hány embert nem raktunk be? 2 embert, igen. Igen, téged. szóval, hogy 2 ember konkrétan kimaradt a bootcamp-ből emiatt, mert egyszerűen nem tudtuk már akkomodálni, szép magyar szóval élve. Nem megy nekem ez az magyarul előadás. jó. Szóval összefoglalva, hogyan működik a bootcamp? Egy csapatban dolgozunk ugyanúgy, mint bármelyik másik csapat. Van az onboarding backlog, ami egy nagyon fontos eleme ennek az egésznek, és ami arra koncentrál, hogy amit egyénileg kell megtanulni az embereknek, annak adjon keretet. És van pedig az, hogy ha már extrém programozunk, akkor a bootcampbe aztán meg extrém programozunk. És nem csak repülőből ugrunk ki, hanem közben még piruetteket is szálljunk meg, nem tudom. Szóval, hogy még tényleg azt is túltoljuk, amit amúgy csinálunk. Na és akkor most jön a legérdekesebb része az előadásnak. Mi az eredmény ennek az egésznek? Mert ha olyan ennyi pénzt elköltünk rá, egyébként ijesztő belegondolni, hogy 8 fejlesztő, plusz ugye a bootcamp vezetője, az 9 fejlesztő égeti a bért 2 hónapig. Tehát ez valahol ijesztő ebbe belegondolni, ez nagyon sok pénzbe kerül, úgyhogy ha már... Igen. Igen, ez jár. Igen. Jó. Ezt már Udénak kell elmondanod. Jó, szóval, hogy borzasztóan drága, úgyhogy igazán fontos lenne, hogy legyen eredménye, úgyhogy ezt szeretnénk is tudni, hogy van-e eredménye, úgyhogy nézzük. Itt van az eredménye. Na jó, ez igazából az eredménynek csak kb. A fele. Azóta még egyszer ennyi ember kijött a bootcampből, és hát nekem az van, hogy 18 ember eddig, ami nagy hazugságban azóta már nagyjából 30. De hogy igen, tehát hogy egy csomó olyan embert is be tudtunk illeszteni a céghez, akit a bootcamp előtt nem tudtunk volna. És ez tök fontos. Tehát, hogy így egy csomó jó ember, akivel nagyon jó együtt dolgozni, és akik nagyon sokat hozzátesznek a céghez, ők most itt tudnak nálunk dolgozni, és ez az egyik nagyon nagy erőnye. Mi történt a Velocity-vel? Ugye az elején mondtam, hogy 3 célunk volt: a Velocity, a Habitek, meg a Courage. Mi lett a Velocity-vel? Hát, ott igazából ilyen is a válasz. Nagy részt azért kisimult, tehát hogy sokkal jobb a helyzet, mint előtte volt. Azért teljesen nem tudott kisimulni, mert a felvételi folyamat ugye a próbanapok miatt azért elég nagy terhet ró a csapatokra, és azt nem tudta ezt kisimítani. Tehát, hogy nem a bootcamp felvételiztet értető okokból, mert azt szeretnénk, hogy azok a csapatok felvételiztessenek, akik aztán együtt fognak dolgozni az illető emberekkel. Tehát, hogy így félig meddig igaz is, meg nem is. Én azt mondom, hogy inkább igaz, hogy javított, mint nem. De hogy azért teljesen nem oldotta meg 100%-ig. Milyen helyzet a Habitekkel? Na, ez az, ahol én azt gondolom, hogy fölülmúlt az elvárásokat a bootcamp. Konkrétan az történt, hogy a bootcampből kijönnek az emberek, és így oda mennek a csapathoz, és a második héten azt mondják, hogy srácok, ezt miért így csináljátok? A bootcampben nem így csináltuk. És akkor így, tényleg miért így csináljuk? Bootcampben hogy csináltuk? Ja, tényleg régen mi is így csináltuk, miért nem úgy csináljuk? Nem tudom. De igazából ez tök hasznos, nem? Akkor csináljuk újra. És konkrétan azt vettük észre, hogy nemhogy megállt a erodációja a céges kultúráknak, hanem a bootcamp az visszafordította ezt az erodációt. Ami számomra ez a legnagyobb öröm. Nagyon mosolyogsz. Tök jó.
igen, hát Draven az ügynökeinek hívja. Igen, ez tetszik. Na hát igen, tehát hogy ez szintén tökre fontos. És ami nagyon érdekes volt számomra, hogy az agilis ceremóniákat az pillanatok alatt megtanulják az emberek. Tehát a harmadik hétre már beleívódik mindenkibe, hogy stand-up, retro, demo, csatata, minden rendben van. Egy dolog van, amit borzasztóan nehezen tanul meg mindenki, és ami tényleg ugye a bootcamp végére szokott beérni, és ez a TDD. Aki nem TDD-zett előtte, annak a test-driven development, mint olyan, az fura. Az mindenkinek fura először, és egyébként tök érdekes, mert én az az ember vagyok, aki úgy tanult programozni, hogy így kísérleteztem, játszadoztam, kipróbáltam ezt, kipróbáltam azt, és mindig, amikor valamit írtam, pár sor kódot, akkor rögtön elindítottam, és kipróbáltam, és nekem a TDD az egy olyan élmény volt, hogy úristen, végre úgy tudom csinálni, hogy eredetileg csináltam. De a legtöbb ember meg nem így tanul programozni, hanem az egyetemen úgy tanul programozni, hogy elkezdik a táblára írni a kódot. Így szekvenciálisan. Így hogy lehet programozni, de komolyan? Tehát, hogy én ezt nem értem. Hogy lehet így? De hogy a legtöbb ember mégis erre szocializálódott, hogy kigondolja, hogy mi lesz a kódban, és akkor így kigépeli. És aki így tanult meg programozni, annak borzasztó fura, és nagyon nehéz beilleszkedni ebbe. Nekem meg borzasztó fura, hogy ebben mi a nehéz. De hogy ugyanakkor meg az van, hogy én a TDD-be azért is nagyon hiszem, mert az tényleg ezt a gyermeki játékosságot hozza vissza a kódolásba, egyszer öröm kódolni, mert hogy mindig látom, hogy minden működik, és minden jó, és ez öröm, és minden 10 percben kapok egy adrenalin fröccsöt, hogy wah, megint működik. Jó. Oké. Igen, itt van egy tök vicces, mert itt van nekem a speaker notes-ban ez az ügynökös dolog. Ezt már elmondtam, hogy a bootcamp-ből kiszaladt emberek azok az ügynökeink. Úgyhogy ezen megyek is tovább, ezen a szlájdon. Másik szlájd. Tessék! Igen, a speaker notes az a különbség, igen. Na, szóval, hogy ez a slide, ez arról szólna, van egy olyan, szóval, hogy ez egy kicsit ilyen sidetrack, mert ez baromira nem szándékoztuk, hogy erre is jó legyen a bootcamp, viszont nekem volt egy nagyon érdekes élményem a bootcampben, amit mindenképp szeretnék megosztani, és ez az úgynevezett tudatalatti biaszokhoz kapcsolódik. És mielőtt erről beszélek, előtte szeretnék egy ilyen kis activity-t játszani veletek. Most egy tényleg igazi játék lesz, amiben azt várom tőletek, hogy aktívan részt vegyetek. Arról azt fogom csinálni, hogy lesznek ilyen kis... tehát hogy van az, hogy férfi, meg az, hogy nő. Jó? Tehát két oldal. Így állok, tehát ha bal kezemet teszem föl, akkor férfihez kötődő szót látok. Ha a jobb kezemet, akkor... Hogy van? Igen, jobb kezemet, akkor meg nőhöz kapcsolódott, jó? Tehát ezt kéne csinálni, és akkor próbáljuk ki, jó? Tehát, hogy most kirakok egy szót, ez férfi vagy nő, tehát a megfelelő kezünket tegyük föl. Igen, jó. Ne csaljál. Jó, most akkor föltettétek a kezünket. Na jó, most azt fogom csinálni, hogy egymástán fognak följönni szavak, és mindegyiknél föl kéne tenni a megfelelő kezeteket, jó? Mindenki készen áll rá? Oké, megy. Oké, na, akkor ez volt az első gyakorlat. A másik gyakorlat, a bal oldalon a bölcsészet lesz, a jobb oldalon pedig a tudomány, és a bölcsészethez kapcsolódó szót láttak, akkor a bal kezeteket, ha tudományhoz kapcsolódó, akkor a jobb kezeteket. Jó? Vagy hát ilyen művészet, bocsánat, nem bölcsészet, művészetet kellett volna mondani. A bölcsészet nem tudomány, tudjuk, nem. Ez, bocsánat, ez egy részemről egy csúnya botlás volt. Tessék? Jó, akkor művészethez kapcsolódó bal kéz, tudományhoz kapcsolódó jobb kéz. Igen? Jó, na most akkor egy kicsit még csavarunk rajta, még két ilyen gyakorlat lesz, jó? A következő az, hogy a
bal oldal az a nők és a művészet, a jobb oldal a férfiak és a tudomány. Lássuk. Na és most megcseréljük. Férfiak és művészet, nők és tudomány. Na, melyik volt a nehezebb? Erről van szó. Erről van szó. Tehát ez az egész dolog, amire kiment, az a tudatalatti biaszok. És az van, hogy azt vették észre az ilyen kutatók, hogy az emberek már a 80-as években még kitöltettek egy tesztet az emberekkel, és így kiüvöltött belőle a szexizmus, meg a rasszizmus, meg minden. Tehát, hogy az emberek tényleg komolyan gondolták a szexizmust. Ugyanezt megcsinálom most a 2000-es évek elején, és az emberek pontosan tudják, hogy mit kell válaszolni a kérdésekre, de hogy ugyanakkor, amikor egy ilyen feladatot el kell végezni, akkor amikor a művészet összepárosítod a férfiakkal, és a tudományt a nőkkel, akkor az emberek így karimpálnak, hogy mi van. És ezt egyébként egész konkrétan lehet mérni, van egy ilyen weboldal az interneten. Mi is a neve? Igen, hát igen, igen, ez Harvard Egyetemnek a bias tesztje, és egyszerűen az érdekes tanulság, hogy egyszerűen tudatalatt is vannak biaszaink. Akár mennyire is szeretnénk azt gondolni, hogy mi borzasztóan liberális és még véletlenül sem szexisztens emberek vagyunk, mégis vannak ilyen tudatalatti biaszok. És ez akkor válik veszélyessé, amikor mindez a munkahelyre is becsúszik. És akkor itt jön a tanulság az egészben, hogy egyszerűen egy ponton azt vettem észre, hála Istennek már vannak nálunk nőfejlesztők is, ami régen nem volt annyira triviális, legalábbis Magyarországon, de hogy most már nálunk egész sok női fejlesztő van, és bizony volt egy olyan pillanat, amikor a bootcampben is volt két lányfejlesztő egyszerre, és egyszerűen az tűnt föl, hogy a srácok egy kicsit ilyen furán viszonyultak. Amikor elkezdte megmondani a véleményét a lány, akkor így aha, és akkor két perccel később valamelyik fiú ugyanazt a dolgot elmondta, és zseniális. És akkor így az van, hogy ez kurvára nem tudatos. Ez senkinek még véletlenül sem föl nem merült a fejében az, hogy most ez történt. És az van, hogyha ezt észre tudja az ember venni, és azt tudja mondani, hogy srácok, figyeljetek, az előbb ő ezt már mondta, és így tökre ignoráltátok. Akkor így mindenkinek volt egy ilyen pillanat, hogy hoppá. És azt vettem észre, hogy amiután ezt kimondtam, utána a következő planningen tökre odafigyeltek rá. És tökre kijött az, hogy ő egy tök jó fejlesztő, sőt annyira, hogy ilyen de facto team lead helyettes lett belőle, mert azt vettem észre, hogy amikor nem voltam ott, mert valami meetingre elmentem, mire visszajöttem, már ő vezette a csapatot. Tehát, hogy ez baromi fontos, mert itt egy konkrét ember az, hogy ezt észre tudtam venni, és hogy ez ott együtt csapatként megoldottuk, ennek lett egy olyan következmény, hogy egy emberből többet ki tudtunk kihozni, mint konkrétan egy nőből többet tudtunk kihozni, mint amúgy kijött volna belőle. És ez szerintem tök fontos. Tehát ugye igazából azt akartam ezzel mondani, hogy a bootcampben, hogyha az ember ez ilyen dolgokra is odafigyel bootcamp vezetőként, hogy ez ilyen a kultúrának ezt az oldalát, ezt a soft skill-es oldalát is figyeli, akkor egy csomó mindent meg lehet fogni már rögtön az elején. Jó. Utolsó sztori. Ki ismeri az öt majmos kísérletet? Aha, páran ismeritek, azért akik nem ismerik, elmondom. A kísérlet arról szól, bezárunk öt majmot egy ketrecbe, fölakasztunk egy banánt úgy oda középre, és ott van egy létra. És akkor az történik, hogy amikor az egyik banán megy már nem vagyok a toppon, tehát már bölcsészetnek hívtam a művészetet, úgyhogy már az kiderült, hogy bajaszos vagyok, de hogy még a banánt is, a majmot is banánnak nevezem, ez kész, ez a vége a napnak. Na mindegy, szóval megy a majom banánért, leveszi,
és jön a víz, és mindenkit lespiccel, és mindenkinek nagyon rossz, mert jéghideg víz jön. És akkor egyetlen bajmok megtanulják, hogy az a banán, ez nem nekünk van. Mert ha azt levesszük, akkor itt mindenkit eláztatnak. Úgyhogy, amikor ott van a banán, már senki nem megérte. Ilyenkor fogunk, kiveszünk egy majmot. Igen, ütésálló, hála Istennek, viszont lemerült. Ez van. Nem merült le. Akkor visszarakom. Ja. Megy tovább. Szóval... hol is tartottam? Igen, hogy kivettem a majmot, és akkor az az új majom az ugye nem tudja, hogy ez a banán nem nekünk van, úgyhogy megy föl érte, venné le, de a többi majom megveri, mint az állat, mert nem akarják, hogy lelocsolják őket. Jó, akkor ezt így megtanulja ez a majom is, hogy ez a banán nem nekem van, bár ő nem tudja már, hogy a jéges víz miatt, hanem azt hiszi, hogy azért már a többiek megverik, de hogy ezt így megtanulta, hogy ez a banán nem neki van. Kiveszem még egy majmot, beteszek egy másikat, őt is jól megverik, és így tovább, és így tovább. Kicserélem mind az öt majmot, a végére ott vagyunk öt olyan majommal, aki életében nem látott jéges vizet, és amikor berakom a következő majmot, megverik, mint az állat. Tehát ebből az a tanulság, hogy idő után az emberek már, vagy a majmok, nem azért nem mentek a banánért, mert értették, hogy mi nem megyünk a banánért, hanem azért, mert nem, ahogy mi nem így csináljuk. Azért a banánért mi nem megyünk, oké? Tehát ez a rendszer, ezt tanuld meg. Na most ez marha veszélyes. Említettem volt a single branching policy-t, hogy nálunk nem lehet feature branch-eket nyitni, mi a gitbe mindent a masterbe komitolunk. Marhára fura mindenkinek, aki ide jön elsőre, mert a legtöbb cégnél nem így csinálja, meg a legtöbb cégnél ez a best practice, hogy feature branch-ezünk, de hogy ez itt teljesen fura mindenkinek, és az a lényeg, hogy azért, ahogy a bootcamp-be itt bejöttek az emberek, elmondtam nekik, hogy ezt így csináljuk, ezért csináljuk is, stb. Majd ezek után kiment egy bootcamp-es, bejött egy másik bootcamp-es, többiek elmondták neki, hogy nem csinálunk ám branch-eket, ne csinálj branch-et, mindent a masterbe komolyan. Jó. Kimegy még egy bootcamp-es, bejött másik bootcamp-es, még véletlenül csinálj branch-eket, itt nem így csináljuk, jó? És akkor szépen kicserődik az egész bootcamp, egyik nap azt veszem észre, hogy e-mailbe küldözgetik egymásnak a patch-eket. Na most ez ugye marhára nem ez a célja az egésznek. Mert az egész single branching policy azért van, hogy minden commit tényleg egybe integrálódjon, meg hogy ne csináljunk akkora változtatásokat, amit nem tudunk bekommitolni. Tehát így ilyen pici inkrementális dolgokat várunk, hogy minden pillanatban működő és deployolható szoftverünk legyen. Abban a pillanatban, hogy valaki patch-eket küldözget e-mailbe, az egész single branching policy értelmét veszti. De akkor már inkább nyissál egy branchet, de komolyan. Tehát, hogy ez tök fontos, hogy amikor az ember egy ilyen bootcampet vezet, akkor időről oda kell figyelni, hogy az emberek még értik-e, hogy miért nem megyünk a banánért. Vagy már csak azért nem mennek a banánért, mert a többiek megverték. Igazából ennyi a tanulság. Jó. Bátorság. Mi a helyzet a bátorsággal? Igazából az is javult, tehát hogy amiben biztosan bátrabbak a bootcampből került emberek, az a csapatnak az életébe való belépés. Sokkal hamarabb, sokkal inkább kinyír a csipájuk, hogy úgy mondjam. Ahogy mondtam, konkrétan az ügynökeink, és észreveszik, hogyha valami nem úgy megy egy csapatba, ahogy kéne. Amiben meg nem annyira lettek bátrabbak, az a legacy code-ba való belenyúlás. Annyit sikerült elérnünk, hogy mindenki legalább egyszer commitol a legacy projektbe, mert rajta van a personal backlogon, és ettől egy icipicit bátrabbak már, de hogy ezt a problémát ezt nem tudta megoldani igazán a bootcamp. És akkor mi a tanulság? A velocity az valamivel stabilabb lett, sokkal stabilabb, de azért teljesen nem simította ki. A habitek szintjén abszolút túlmúlt a várakozásainkat a bootcamp. Tehát, hogyha arról van szó, hogy szeretnétek a céges szokásokat átadni az újonnan érkezőknek, akkor azt mondani, hogy a bootcamp az egy nagyon jó megoldás erre. És a bátorság terén pedig itt is egy ilyen mixed az eredmény. Alapvetően azt mondom, hogy bátrabbak lettek az emberek, nem abban, amire vártunk, viszont helyette másban bátrabbak lettek, aminek szintén örülünk.
És akkor zárásképpen már csak szeretném megköszönni két embernek a segítséget. Az egyik a Draven, aki ott is ül, ő a Head of Engineering volt akkor, és ő nagyon fontos szerepet vette abban ki, hogy ez az egész létrejön, illetve Ormándi Zolinak, aki az első leadje volt a bootcampnek, és aki a jelentős részét kialakította annak, amiről beszéltem, hát ugye sok mindent azóta változtattunk, meg nem teljesen úgy van, de hogy azért ő egy nagyon jó alapot fektetett le nekem, amiből sokkal könnyebb volt elindulni, mint nulláról. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm. És akkor, ha vannak kérdések, akkor nagyon szívesen válaszolok. Van. Igazából az van, hogy ami kísérleteket eddig próbáltam csinálni, az egyik se jött be. Majd az OD, igen, ez az, amiben sajnos nekem nem sikerült olyan változást elérni, amit szerettem volna, de azt gondolom, hogy a bootcamp ettől függetlenül nagyon sok mindenben megérte a pénzét. Más kérdés? Na, Draven, milyen gyakran jelentenek az ügynökök? Egyébként nem jelentenek, úgyhogy... Más kérdés? Igen. Ez konkrétan annyira azt jelenti, hogy gyakorlatilag a próba napján, amikor valaki ide kerül, akkor ő neki, hát ha nincs is direktben joga, de hogy így konkrétan valaki oda mű mellé és bepussolja neki. Tehát, hogy ő neki konkrétan nem lesz git joga, vagy lehet, hogy talán lesz is, nem? Lesz. Ja, jó, akkor egyenesen konkrétan a próbanapon kap valaki írásjogot, amit aztán elveszünk, de igen, de könnyen jött, könnyen ment, tehát, hogy nem. Ja, ő a security-sünk. Nem, tehát tényleg így miért lenne, tehát Ez pont úgy tűnik, mint egy jó ötlet. Hát akkor nagyon szép. Még egy kérdés. Hát erről én nagyon sokat beszélgettem Dravennel, meg ugye egyáltalán, hogy hogyan tudnánk ezt monetizálni, hogy ez mennyit ér. Az igaz, hogy mindig arra jutottunk, hogy minden metrika, amit kitaláltunk, az úgy a félre vezetett inkább. Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz. Én egyébként borzasztóan hiszek a metrikákba. Tehát, hogy nekem az egy ilyen veszőparipám, hogy hipotézis, kísérlet, mérés, adatok, mint tudom én, és tényleg mindenhol ezt a veszőparipát lovagolom meg. De az a baj, hogy amikor emberekről van szó, akkor sokkal nehezebb ezt megcsinálni. És én ezt nagyjából 2-3 hónapig így próbáltam tolni, de próbáljuk már valami dizájn metrikát kitalálni, és mindig eljutottunk, hogy ez nem megy. Úgyhogy én ponton ezt elengedtem. Ettől függetlenül az van, hogy amit viszont látunk, az, hogy valóban stabilabb lett a csapatoknak a teljesítménye, meg ahogy mondtam, hogy ez elkezdett erodálódni a cégkultúránk, és most ez így visszafordult. És az, hogy ennek következtében sokkal kevesebb az ilyen nagyon-nagyon durva hiba, vagy sokkal kevesebb az outage, hogy stabilabbak a csapatok, és gyakorlatilag... Olyannyira nyilvános ez a lista, hogy a én YouTube csatornámnak a playlistjei között ott van talán az a címe, hogy Software Development and Marcy Sway, vagy valami ilyen, de már meg tudom keresni pillanat, ez itt
és sembe nem kerül. Itt azt mondom, hogy Escape, igen, és akkor azt mondom, hogy YouTube. Na, ráig nem látok. Vár, rá kell vennem ezt a izét, hogy most egy képernyőt használjon, pillanat. Te egy nagyon-nagyon bölcs ember vagy, meetup oldalon majd hagyok egy kommentet, jó? És akkor nem kell... Igen, király vagy, mert pff, szuper, köszi. Jó, szóval, hogy ezt a listát akkor meg fogom osztani. De ha már itt tartunk, hogy YouTube, akkor egy kis shameless self-promotion. Most indítottam egy YouTube csatornát. Az a cím, hogy Morning Commute, és szoftverfejlesztőkkel beszélgetek autóban szoftver témákról, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert a következő pár hétben pár nagyon nagy névvel beszélgettem, és azok a videók jönnek, például Venkat Subramaniam, hogyha ismeritek, ő egy ilyen agilis coach, vele is beszélgettem, úgyhogy érdemes nézni a csatornámat. Meggyertek el jövő szombaton Limpókerre, mert ott is még vannak helyek. Bocsánat. Ha már is szóba került. Igen? Hát meg igazából, ha már így mondod, egyébként máshol is van betanulási idő, csak ott nem egy külön csapatban rizalába csináljuk, hanem minden csapatot terhelünk vele. Tehát, hogyha úgy vesszük, akkor igazából akkor is elég az a bér, csak nem konkrétan annak a 8 embernek a bére, hanem csomó másik embernek így szétosztva. Nagyon jó a kérdés. Egyébként ez annyira jó kérdés, hogy akár beépített ember is lehetne, de nem. A válasz erre az, hogy ez egy nagyon nehéz döntés volt, hogy mind dolgozzunk, ugyanis két szempontunk volt, az egyik az, hogy motiválja az embereket, a másik az, hogy ne okozzon nagy kockázatot. Nos, ez a kettő így együtt nem megy. Tehát vagy kockázat van benne, vagy nem motiválja az embereket. Úgyhogy igazából... Most jelen pillanatban ez az előző projekt, amin dolgoztunk, ez egy ilyen belső túl volt, ez a szobafoglaló, következő is, amin most dolgozunk, az is egy belső túl, tehát ezeknek a riszkje alacsony. Ennek ellenére sikerült elérnünk, hogy két olyan projektet választottunk, amivel úgy viszonylag motiváltak voltak az emberek, ugye? De hogy egyébként ami most kezdődött el gyakorlatilag tegnap előtt, az utáni projekt, az viszont meg konkrétan egy olyan túl lesz, ami azt gondoljuk, hogy ha jól sikerül, akkor ki fogjuk adni a usereknek is. De hogy ez is egy olyan convenience túl, ami hogyha nem készül el és nem adjuk ki a usereknek, nem történt katasztrófa. Tehát, hogy riszket igyekszünk minimalizálni, és ennek azért néha következménye az, hogy nem is kifele mutató túl csinálunk, hanem belőle. Még kérdés? Hát akkor nagyon köszönöm szépen a figyelmet!